Lionel Messi a nyáron biztosan távozik a Paris Saint-Germain-től. A Real Madrid megállapodott a személyes feltételekről Jude Bellinghammel. Váratlanul lemondott az FC Barcelona sportigazgatója. Újabb elképesztő rekordot döntött meg Erling Haaland. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A Sportbild információi szerint a Bayern München öltözőjének nagy része szinte egyáltalán nem kommunikál Sadio Manéval azóta, hogy a szenegáli játékos áprilisban a Manchester City elleni idegenbeli bajnokok ligája meccs után arcon ütötte csapattársát, Leroy Sané-t. A kialakult helyzet miatt pedig a bajor klub vezetője nyáron mindenképpen szeretnének túladni a Liverpooltól tavaly megvásárolt afrikai támadón, akivel kapcsolatban az sem zárható ki, hogy visszatér majd a Premier League-be, hiszen a legfrissebb hírek szerint a Chelsea néhány nappal ezelőtt bejelentkezett érte. De nem Mané az egyetlen nagy ágyú, aki a nyáron távozhat a Bayerntől. Erre a sorsra juthat állítólag Serge Gnabry is, aki viszont nem a magatartása, hanem a drasztikus formahanyatlása miatt kerülhet átadó listára Münchenben. A 27 éves szélső ugyanis 2023-ban minden tétmeccset figyelembe véve eddig mindössze 3 gólt és 1 gólpasszt jegyez, és bár a hírek szerint maga Gnabry meg van győződve arról, hogy képes lesz kikecmeregni a gödörből, a klub vezetőinek erős kétségei vannak ezt illetően, éppen ezért, ha befut érte egy megfelelő ajánlat, akkor állítólag nem állnának a távozásának az útjába. 12 meccs, 3 győzelem, 2 döntetlen és 7 vereség. Ez a pocsék mérleg vezetett ahhoz, hogy a Leeds United tegnap hivatalosan is menesztette az együttes spanyol vezetőedzőjét, a csapat élére február végén kinevezett Javi Garciát. Ezzel egyidejűleg pedig arra is fény derült, hogy a Yorkshire-i gárda Sam Allardyce-szal fogja befejezni a mostani szezont, vagyis a sokat megélt 68 esztendős szakemberre vár majd az a feladat, hogy bentartsa a Premier League-ben a fehéreket, akik 4 fordulóval a vége előtt a 17. helyet foglalják el a tabellán, ahol csak a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően nem állnak kieső helyen. Annyi biztos, hogy pokolian nehéz dolga lesz Allardyce-nak, hiszen a Leeds ellenfelei az utolsó 4 fordulóban a Manchester City, a Newcastle United, a West Ham és a Tottenham Hotspur lesznek. Minden esetre a The Times szerint, amennyiben a rutinos szakember sikerrel jár és végül bentartja az élvonalban a fehéreket, akkor abban az esetben 3 millió eurós bónusz üti majd a markát. A Premier League-ben 33 forduló után a harmadik helyen álló Newcastle United állítólag kész lenne 80 millió eurót is kínálni az FC Barcelonának a brazil szélsőért Rafinhaért, aki ezzel az összeggel a szarkák történetének legdrágább igazolásává válna, megelőzve a svéd támadót Alexander Isakot, aki tavaly nyáron 70 millió euró ellenében érkezett a klubhoz. A Forbes magazin legújabb ranglistája alapján Cristiano Ronaldo volt az elmúlt egy év legjobban kereső sportolója, megelőzve Lionel Messit és Kylian Mbappét. A 38 éves portugál világsztár 2022 májusa és 2023 májusa között összesen 136 millió dollár telt egy zsebre. Ennek az összegnek egy része egészen pontosan 46 millió dollár a Manchester United-től, illetve az Al Nassr-től kapott fizetéséből, a maradék 90 millió eurós jövedelme pedig szponzori forrásokból és egyéb üzleti tevékenységből származik. Ronaldo egyébként csak kevéssel 6 millió dollárral előzi meg a ranglista második helyén álló, jelenleg még a Paris Saint-Germain erősítő Lionel Messit, aki a vizsgált időszakban 130 millió dolláros vagyonra tett szert, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokát elfoglaló, szintén a PSG-ben futballozó Kylian Mbappé összesen 120 millió dollárt keresett az elmúlt egy évben. A Paris Saint-Germain tegnap bejelentette, hogy a Lorient elleni múlt vasárnapi bajnokin combsérülés szenvedett Nuno Mendesre több mint egy hónapos kihagyás vár, így a 20 éves portugál balhátvédre ebben a szezonban már nem számíthat Christophe Galtier vezetőedző. Tegnap este 2 elhalasztott meccset is bepótoltak a Premier League 28. fordulójából, és mindkettőn hazai győzelem született. Az egyiken a Liverpool 1-0-ra verte a Fulhamet, a másikon pedig a Manchester City 3-0-ra a West Ham United-et. Utóbbi meccsen egy alkalommal természetesen Erling Haaland is feliratkozott a góllövők közé, megszerezve ezzel a 35. gólját a mostani szezonban, amivel a 22 éves norvég csatár túlszárnyalta Andy Cole és Alan Shearer Premier League rekordját az egy idényen belül szerzett legtöbb gól tekintetében. Ha a Premier League-et megelőző érát is figyelembe vesszük, akkor egyébként legutóbb a Southampton legendája Ron Davies tudott ennél többször, szám szerint 37 alkalommal betalálni egy szezonon belül az angol élvonalban. A Manchester City pedig sorozatban a 9. győzelmét aratta a bajnokságban, és az égszínkékek ezzel a sikerrel ismét a tabella élére álltak, egy ponttal megelőzve az Arsenalt, amely ráadásul egy meccsel többet játszott hozzájuk képest.
A La Liga 33. fordulójában az Atletico Madrid a duplázni tudó Antoine Griezmann vezérletével 5-1-re kiütötte odahaza a Cádiz együttesét, ami azt jelenti, hogy Diego Simeone együttese a Real Sociedadtól kedd este 2-0-ás vereséget szenvedő Real Madridot megelőzve fellépett a második helyre a tabellán, amelyet továbbra is azaz FC Barcelona vezet immár 13 pontos előnnyel, amely akár már a következő, jövő hét hétvégén megrendezésre kerülő fordulóban bajnok lehet. Ez azt kell, hogy legyőzze idegenben az Espanyolt, a két madridi sztárcsapat pedig ne tudja begyűjteni a 3 pontot. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Az FC Barcelona kedd este egy hivatalos közleményben tudatta, hogy a klub sportigazgatója, Mateu Alemany, június 30-án távozik a klubtól, amit azzal indokolta a katalán egyesület, hogy az amúgy 2024 nyaráig szóló szerződéssel rendelkező 60 éves sportvezető egy új szakmai projektbe kíván belevágni. Hogy ez pontosan mit jelent, az nem derült ki a Barca kommunikéjéből, ugyanakkor több megbízható hírforrás is úgy tudja, hogy Alemany a Premier League-ben szereplő, nagy terveket szövögető Aston Villa kedvé hagyja ott a gránátvörös kékeket. Az angol klubnak ugyanis egy anyagilag rendkívül jövedelmező ajánlattal, amivel a Barca képtelen volt versenybe szállni, sikerült őt meggyőznie arról, hogy ő legyen az egyesület új sportigazgatója. A spanyol sajtó egy része ugyanakkor úgy tudja, hogy Alemany nem csak anyagi okok miatt távozik a Barcelonától. Ebben állítólag nagy szerepe van annak is, hogy nem értett egyet a klub átigazolási stratégiájával, mivel ő a korosabb játékosok helyett inkább fiatalok szerződtetését szorgalmazta, ezért sem értett például egyet azzal a gondolattal, hogy új szerződést kínáljanak a két veteránnak, Sergio Busquetsnek, illetve Jordi Albának. És ha rajta múlik, akkor Sergi Robertoval sem hosszabbítottak volna, valamint annak az ötletnek sem volt a híve, hogy az egyesület, mit sem törődve az anyagi problémákkal, megpróbálja visszaigazolni a klubikont Lionel Messit. Továbbá az sem tetszett Alemánynak, hogy valaki vagy valakik a klub székházában titokban folyamatosan tájékoztatták a sajtót az egyesület átigazolási terveiről, az átigazolási piacon való mozgásáról, ami rendkívül megnehezítette a munkáját. Ezzel együtt a Barca közleménye szerint a klubvezetés és Alemany békében válnak el egymástól, amit az is bizonyít, hogy a sportvezető elkötelezte magát, hogy a nyári transferidőszakot az utolsó átigazolásig ő fogja irányítani, és hogy bármikor konzultálhatnak vele, amikor a klubnak szüksége van rá. Ami pedig Alemany lehetséges utódját illeti, a spanyol sportsajtó szerint a klub korábbi játékosa, a jelenleg játékos ügynökként tevékenykedő Deco, a Real Betis korábbi sportigazgatója Antonio Cordon és a Bayer Leverkusen vezérigazgatója Fernando Carro is ott van a katalánok sportigazgató jelöltjei között. Az AS értesülései szerint a Real Madrid a nyáron 4 játékost is igazolhat, egy szélsővédőt, 2 középpályást és 1 középcsatárt, a madridi lap pedig meg is nevezte azokat a labdarúgókat, akiket a királyok kiszemeltek maguknak. Az már biztos, hogy egy új balhátvéd érkezni fog a Realhoz, hiszen a saját nevelésű Fran García Rayo Vallecanótól való visszaigazolását már hetekkel korábban bejelentette a madridi egyesület, amely az AS szerint a védelem jobb oldalára is szeretne valakit szerződtetni, lévén az első számú jobbhátvédnek, a már 31 éves Dani Carvajalnak nincs megfelelő alternatívája a keretben. A madridi újság pedig úgy tudja, hogy a klub jobbekeket tartalmazó kívánság listájának élén a Chelsea-t erősítő Reece James áll, akit ugyan nem szívesen adna el a londoni klub, ám könnyen megeshet, hogy az elmúlt 1 év költekezése miatt, amely során több mint 600 millió eurót költött el új játékosok igazolására, mégis erre kényszerül majd. Elvégre a jelentős kiadások után most nem ártana némi bevételt is termelnie, hogy ne sértse meg az UEFA pénzügyi fair play szabályait. Ezzel együtt sem tűnik azonban valószínűnek, hogy a Chelsea épp James teszi majd átadó listára a pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartása érdekében, de ha mégis, akkor a madridi vezetők az AS szerint nem fognak habozni, hogy ajánlatot tegyenek a 23 éves kiválóságért. A középpálya megerősítésére pedig szintén egy angol játékost, nevezetesen a Borussia Dortmundban futballozó Jude Bellinghamet szemelte ki a Real, ami persze nem újdonság, hiszen az elmúlt 1 évben másról sem szólnak a hírek, mint arról, hogy a Real számára az ő leigazolása jelenti majd a prioritást a 2023-as nyári transfer szezonban. Sőt, a másik madridi lap, a Marca tegnap arról írt, hogy értesüléseik szerint a blankók szóban már meg is állapodtak a játékossal egy 2029 nyaráig szóló szerződésről,
és Bellingham Madridba történő költözése már csak azon múlik, hogy a klubok meg tudnak egyezni egymással a vételárban. Minden esetre jelenleg jelentős eltérés van a kért, illetve a kínált összeg között, mivel a Dortmund állítólag 140 millió euróban határozta meg a 19 éves középpályás vételárát, míg a Real legfeljebb 120 millió eurót adna érte. Ezzel együtt Florentino Perezék állítólag nagyon optimisták azzal kapcsolatban, hogy végül sikerül majd egy számukra megfelelő vételárat kialkudni a német klubnál, és még a nyár előtt véglegesíthetik az angol klasszis szerződtetését. Bellinghamhez képest a Real másik középpályás kiszemeltje Gabri Veiga, akit sok szakértő a La Liga mostani szezonjának egyik legnagyobb felfedezetjének tart. Sokkal olcsóbb vétel lenne, hiszen a Celta Vigo 20 esztendős üdvöskéjének a szerződésében mindössze 40 millió eurós kivásárlási záradék van rögzítve, ami a benne rejlő potenciált tekintve gyakorlatilag apró pénznek számít. Ami pedig a Real támadó kiszemeltjeit illeti, a középcsatár posztra az AS szerint a Juventus kötelékébe tartozó Dusan Vlahovic, illetve a Tottenham Hotspurt erősítő Harry Kane a madridiak két fő kiszemeltje, de bármelyik játékosra is essen a választásuk, biztosan mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk, hiszen mind a szerb, mind az angol támadóért legalább 100 millió eurót szeretne kapni a jelenlegi klubja. A megbízhatónak számító olasz újságíró Fabrizio Romano értesülései szerint Lionel Messi és a Paris Saint-Germain közös kalandja a nyáron biztosan véget ér. A játékos édesapja ugyanis állítólag már hetekkel korábban közölte a párizsi klubbal, hogy a támadó nem kívánja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését, mivel nem hisz a PSG projekt sikerességében. Eme információ tudatában pedig arra lehet következtetni, hogy a párizsi vezetőket kicsit talán a bosszú is vezérelte, amikor a hét elején olyan súlyos, kéthetes felfüggesztés és fizetés megvonást is magába foglaló büntetésbe részesítették a csapat egyik edzését kihagyó Messit, amilyet korábban még soha egyetlen játékosukra sem róttak ki. A szóban forgó eset még hétfőn történt, amikor is Messi nem jelent meg az aznapi tréningen, és a klub engedélye nélkül Szaúd-Arábiába repült, hogy eleget tegyen a közel-keleti nemzettel kötött szerződésének, amelynek értelmében idegenforgalmi nagykövetként bizonyos időközönként az ország népszerűsítése céljából oda kell utaznia. A hírek szerint a PSG vezetőségét, köztük Nasser Al-Khelaifi elnököt és Luis Campos sportigazgatót is megdöbbentették a történtek, ugyanakkor Messi azzal védekezett, hogy nem tudott arról, hogy aznapra be van ütemezve egy edzés a csapatnak, mivel alapesetben a meccsnapokat követő napokon nem szokott edzés lenni, így abban a hídben utazott el a Közel-Keletre, hogy azzal semmiféle szabálysértést nem követel. A klubvezetők szerint viszont nem igaz, hogy Messi nem tudott arról, hogy hétfőn edzése van az együttesnek, a vesztes meccsek után ugyanis soha nem jár szabad nap a játékosoknak, már pedig a Paris Saint-Germain a vasárnapi bajnoki át a Lorient ellen 3-1-re elbukta, vagyis másnap Messinek is meg kellett volna jelennie a klub edzőközpontjában. Így aztán Al-Khelaifiék nem fogadták el Messi érvelését, és meglehetősen kemény büntetésben részesítették az argentin világsztárt. Ahogyan az már az előbbiekben is elhangzott, egyrészt két hétre felfüggesztették a munkavégzés alól, ami azt jelenti, hogy az edzéseket sem látogathatja, másrészt ezen időszak alatt fizetést sem fog kapni, ami az ő esetében egyes számítások szerint nagyjából másfél millió eurós bevétel kiesést jelent. Persze Messi ezek miatt alig ha fog eret vágni, főleg ha igazak Fabrizio Romano azon értesülései, amelyek szerint a hétszeres aranylabdás kiválóság már régen, majd egy hónappal korábban eldöntötte, hogy a folyamatos kudarcok miatt nem kér többet Párizsból, és a nyáron távozik a francia fővárosból. A kérdés már csak az, hogy hová vezet majd az útja. Messi a hírek szerint legszívesebben visszaigazolna a Barcelonához, ám egyelőre bizonytalan, hogy a katalánok képesek lesznek-e megteremteni az ehhez szükséges anyagi jellegű feltételeket, hiszen ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, legalább 200 millió euróval csökkenteniük kell a nyáron a bérköltségüket, hogy meg tudjanak felelni a La Liga fizetési sapkájának. Minden esetre a Katalán Sport című napilap szerint a Barca már ismertette Messivel az ajánlatát, ami 2024-ig szóló szerződést tartalmaz, opcióval még egy idényre, fizetésgyanánt pedig évi 13 millió euró ütni a markát, ami nagyjából annyi, mint amennyit a keret jelenlegi legnagyobb sztárja, Robert Lewandowski is kap évente a klubtól. Ennél jóval nagyobb fizetést kínál Messi számára a támadó másik komoly kérője, a Saudi Al-Hilal, amely az olasz újságíró Rudy Galletti értesülései szerint a legutóbbi ajánlatában évi 500 millió dolláros fizetést garantált a 36 éves klasszisnak, aki ugyan továbbra is Európában szeretne játszani, de állítólag szaváltatta a közel-keleti klubnak, hogy amennyiben nem talál magának megfelelő csapatot az öreg kontinensen, abban az esetben hozzájuk fog igazolni. Ha ez megtörténik, akkor nem mellesleg ő lenne a futballtörténelem valaha volt
legjobban fizetett labdarúgója. Párizsban egyébként az elmúlt napok történései nyomán igencsak ellenséges lett a hangulat Messivel szemben. Tegnap délután például az együttes ultrái újabb tüntetést tartottak, ezúttal a klub Boulogne-Billancourt-ban található székháza előtt gyűlt össze több száz meglehetősen dühös PSG drukker, amely során az ultrák újfent a vezetőség azonnali lemondását követelték, illetve hangot adtak néhány játékossal szembeni utálatuknak is. Ezek között volt Messi is, akivel kapcsolatban azt skandálták az ultrák, hogy egy seggfej, és hogy nem kérnek a továbbiakban az olyan zsoldosokból, mint ő. De nem csak Messi, hanem Neymar is megkapta a magáét a drukkerektől, akik felszólították a brazilt, hogy takarodjon a klubtól. Sőt, jó néhány szurkoló arra is képes volt, hogy elmenjen a dél-amerikai támadó Bugivalban található villájához, hogy ott adja tudtára Neymarnak azt, hogy nem kívánatos személy lett Párizsban. Egyéb iránt a PSG nem sokkal a történtek után közleményt adott ki, amelyben elítélte a kemény mag akcióját. A Paris Saint-Germain a lehető leghatározottabban elítéli a szurkolók egy kis csoportjának tűrhetetlen és sértő cselekedeteit, amelyek a mai napon történtek, és amelyekre semmiféle mentség nem létezik. A klub teljes támogatásáról biztosítja azokat a játékosokat és vezetőket, akik érintettek voltak a szurkolók eme szégyenletes akciójában, áll a klub hivatalos közleményében. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.